A Szánsi Karatedó Egyesület növendékeivel telt meg a Városháza díszterme hétfő délelőtt. Cserpalkovics András polgármester az elmúlt év jelentős eredményei miatt látta vendégül a sportegyesület tagjait. A polgármester elmondta, mindig nagy dolog és büszkeség az, ha valaki a városunkat képviseli egy versenyen, és ezt szeretné méltóképpen megköszönni a karatésoknak is. Azért, hogy ezek a fiatalok azt érezzék, hogy ők egy kisebb közösség mellett, ami az adott sportklubot jelenti, egy nagyobb közösségnek, a városnak is büszke tagjai lehetnek. Mi pedig azért lehetünk rájuk büszkék, mert szép eredményeket érnek el, akár a hazai bajnokságokon, versenyeken, akár pedig nemzetközi viadalokon. Most egy karatés csapatot, közösséget fogadhattunk. Pár héttel ezelőtt az István Király Általános Iskolában egy nagyon komoly versenyt rendeztek. A Szánsi Karatedó Egyesületet 2022-ben alapította Halmai Roland, háromdanos szenszáj. Azóta a klub több hazai és nemzetközi versenyen is jelentős sikereket ért el. 2022-ben 150, majd 2024-ben már 300 érmet nyertek el. Az Egyesület azonban nem csak a versenyekre koncentrál. Az alapvető cél, hogy a harcművészeten keresztül önfegyelmet, tiszteletet, önvédelmet tanítsanak a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Sotokán karate előtt tisztelegve idén először az Egyesület megrendezte saját országos bajnokságát, a Szánsi Kupát az István Király Általános Iskolában. Amikor megalapítottam az Egyesületet, szerettem volna, hogy Székesfehérváron minél elterjedtebb legyen a Sotokán stílus, és ekkor jött az ötlet, hogy akkor szeretnék Fehérváron egy kisebb országos bajnokságot. Tavaly körülbelül 90 fő, idén pedig 200 nevezés jött, és csak azért volt ennyi, mert le kellett zárnunk a nevezést, de egyébként többen jöttek volna. A Szánsi Karatedó Egyesület 60 tanítványan működik, akik aktív versenyzői az Európa és világbajnokságoknak is. A klub jelenleg három helyszínen, az István Király Általános Iskolában, a Táncsics Mihály Általános Iskolában és a Széchenyi utcai dojóban tartja edzéseit, ám a nagy érdeklődésre tekintettel szeretnének a jövőben nagyobb helyszínre költözni.